Amikor már kezdett hiányozni a Hagyjuk Péter a képernyőről, jön és betölti a maga után maradt űrt a saját YouTube csatornájával. Magyarország legismertebb talkshowja. Végre a YouTube-ra is meghívhatja ugyanazokat a leharcolt celebeket, hogy mondják el ugyanazokat az érdektelen sztorikat, amiket már ezerszer elmondtak. Jogerősen letöltendő börtönbüntetést kapott Galambos Lajcsi. Exkluzív interjú. Hagyjuk Péter úgy értelmezte az online tartalomgyártást, hogy ugyanazt, amit a tévében csinál, a YouTube-ra kell feltölteni. Amíg a vendég beszél, a kulturált műsorvezető kihasználja az alkalmat, hogy pattintson magának egy szponzoritalt az asztalán látható ezer közül. Úgyhogy én ezt azóta már nagyon sokszor megbeszéltem vele is. Ez megvan mondva a szerződésed, hogy hány percenként kell innod? Nem, csak szemlőség, de ki ez? Szeretném megköszönni a Mercedesnek, hogy támogat. Köszi! És milyen illedelmes az a Péter, hogy nyomásra megkínálja a vendégét egy energiaitallal, de a végén még azt is ő issza meg. De ki ez? Szeretném megköszönni a Mercedesnek, hogy támogat. Téged támogat a Mercedes? Dolgozunk együtt, igen. Petya energiaital iszogatás közben is tud anyagias kérdéseket feltenni, miközben asztalnak támaszkodva néz le a vendégére, akivel még képbe sincs. Mondtad valahol, hogy egy bizonyos szint felett autót nem veszünk, hanem kapunk? Ne, én ilyeneket nem mondok, szerintem ez valaki volt. Ha valaki nem tudná esetleg, hogy miért nem működik Magyarországon a Late Night Show, csak ezt az egy képkockát meg kell neki mutatni. Ebben minden benne van. A tévének csúfolt Frisbee TV nevű YouTube csatornán olyan érdekes sztorikra bukkalhatunk, mint például. Fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy mi történt az Instagram oldalam feltörésével, ellopásával és visszaszerzésével kapcsolatban. Now... This is epic. Kaptam egy levelet, hogy a kék pipát megadják az oldalamra. Ellopták Hagyjuk Péter Instagram oldalát, és még egy nyamvat kék pipát se kapott cserébe a neve mellé. Nem volt még kék pipám, csak a Facebook oldalamon, ezért gondoltam, hogy oké, tehát ennek éppen jött az ideje. A kék pipának az a jelentősége, és azért fontos, mert hogy... Attól lesz valaki igazán kemény. Akkor leszel valaki az életben. Ha nincs a neved mellett kék pipa, egy jelentéktelen senki vagy, egy niemand. Pocukon, mit szólsz? Neked is szerzünk hamarosan egy kék pipát. Ott is a kék pipát, Pocukó! Már meg is jött! Ebben a sztoriban egyedül ő adott egy jó nagy pipát a csalónak. Ennek a pipának ő maximum a fogadó részén volt. Lepipálták a Hagyjuk Pétert? Írtam még ilyeneket, mindjárt olvasok még. Leírták, hogy mit kell tennem, meg volt adva egy link, arra a linkre rákattintottam. A nagyon hiteles technical media kötőjel confirm oldal se volt neki gyanús, egyből megadta az adatait. Kérték a telefonszámomat, illetve azt a kódot, amit ilyenkor kapok. Egy perc múlva kivágtak az oldalról. Petya odaadta a lakáskulcsát egy idegennek, és csodálkozott, hogy kirabolták. Kivágtak az oldalról. Azóta már állítottam az embereimet, hogy kérjék el Hagyjuk Péter bankkártya adatait is nekem, mert a Maestro kárnál éves karbantartást végeznek. És köszönöm a belénk vetett bizalmát. Kösz, most iszom egy sört. Rám írt egy illető, tehát maga a tolvaj, hogy ez az én ökantom-e. És írtam, hogy igen. Hihetetlen, hogy a yes, a why és a hey szavakkal mennyi minden érzelmet ki lehet fejezni az angol nyelvben. Már az övé, de hogy ő ezt visszaadná nekem, hogyha fizetek 250 eurót. El tudtuk utalni az összeget. Aki a röhögéstől nem értette volna a sztori többi részét, arról volt szó, hogy a csaló 250 euróért akarta volna neki visszaadni a saját oldalát. Amit Petyám el is utalt neki, és visszakapott mindent. Nem, nincs így. Még 500 eurót kért a csaló. Ezért ő még kér 500, tehát 500 eurót. Pedig a Petyám még 50%-os Black Friday kedvezményt is kapott, és még így is visszautasította ezt a kiváló ajánlatot. De csak nekem 250 euróért ezt megcsinálják. Ugye elég csak kifizetni a termék 50%-át. Akkor még elutalok 100 eurónak megfelelő kriptovalutát. Vártam egy órát, semmi nem történt, akkor eldurrant megint az agyam, akkor elmondtam, hogy micsoda egy mocskós csaló, aki még a szavát sem tartja. Ilyenek ezek a csalók, soha nem tartják be a szavukat. És ráadásul még meg se kapta a kék pipát. Ő csak egy kék pipával beérte volna. Én magam is étterem tulajdonos vagyok, ezért pontosan tudom, hogy mennyire fontos szempont az árnyékolás. A régi motorosok mellett felbukkant egy igazi 21. századi Wonder Woman is a műsorban, a Csenge, aki egyszer kivonta egy kávé nevét. Forstner Csenge nyíltan beszél elképesztő sikere titkairól és annak árnyoldalairól. Elfogadta meghívásunkat az a hölgy, akinek a védjegye
a Shaken Espresso. Ez már nagyon csinos vagy. Jön Forstner Csenge. Ez egy nagyon érdekes téma, erről érdemes egy órás műsort csinálni, az biztos. Meg is érkeztem az itallal, ami nem más, mint egy fehér csokis Shaken Espresso. És milyen figyelmes a Petyától, hogy a Csenge kedvéért az energiaitalokat kávéra cserélte. De amikor már az utcán követtek, a lakásomig, és kiabálták, hogy itt lakik a Shaken Espresso. Remélem ez a Shaken Espresso téma is olyan lesz, mint a Zámbul Jimmy meg a Berki halála, hogy a magyarok soha a büdös életben nem szabadulnak tőle. Ráraktad az Erős Pistát a tetejére, ez a Dancsó Petinek a videójában volt, és amikor haraptad, akkor már nem volt rajta az Erős Pista. Hogy ott mi volt? Lefugtam! Hogy ez... Szerintem nem vették sokan észre. A másik, Dancsó nagyon még... figyelmes voltak. Igen, a másik, nem tudom egyébként, hogy veszi ezeket észre. My job is to observe. Csenge elpanaszkodta az interjúban, hogy egyszer egy csúnya tanár bácsi azt mondta neki, hogy kukás lesz belőle, hogyha nem szedi össze magát. Kihívott a tanár a tábla elé, és én nem tudtam a választ, és valami ilyesmit mondott nekem, hogy ha nem szedem össze magamat, akkor kukás lesz belőlem. Az egész osztály előtt. A túlérzékeny Csenge ezt akkora bullyingnak fogta fel, hogy ott is hagyta az iskolát. Nem olyan durva, hogy ezt mondja, hogy kukás leszel. Vagy ennyire megviselt? Engem nagyon megviselt. Az interjúban egy TikTok használattal egybekötött orientációs workshopot is tartanak a résztvevők. Felfele, még felfele. Merre van a fel? Másik nem. Ott a jobb oldalt. Azaz, ahol... Most tudom, melyik a jobb kezem. Az, ez? Igen. Merre van a fel? Most tudom, melyik a jobb kezem. Aztán a Petya felteszi az igazán fontos kérdést. Mennyi pénzt lehet keresni egy ilyen kaliberű influencernek, mint te vagy a TikTokkal, vagy egy-egy poszttal? Let's talk about the money. Money! 100 000 vagy 1 millió? Egy poszt. Ebből látszik, hogy mennyire profi riporter a Petya, hogy mindig rámegy a piszkos anyagiakra. De nem örököltél édesapát? Nehogy nem. Sokat örököltél? 100 000 vagy 1 millió? Nem, de 100 millió? Ami biztos. 100 millió felé. És vajon a Hagyjuk Péter mennyit keres kék pipa nélkül? És mennyit kereshetne kék pipával? Nem volt még kék pipám. Kétetem. Olyan kemény szellemi témák vannak még itt, mint például amikor Petya elmesélte, hogy egyik este megjelent a Kondi gépének a kijelzőjén a Berki. Fura zajra, mindenketten felébredtünk. Hallottad? Igen. Lementem, de van egy ilyen kis konditeremszerűségünk, és amikor a kvarcórában vannak ezek a, igen, ezek a betűk, és az volt kiírva, hogy Berki. Most kiderült, hogy Hajdú Péter Kondi gépén van a dimenzió kapu az átjáró a túlvilágról. Itt lakik a Shaken Espresso. Hát ha én visszajönnék kísérteni, én is biztos, hogy a Hajdú Péter pincéjében található porosodó futópadra írogatnám a nevemet. Szóltam az Esztinek, hogy gyere le. Lejött, és felsikított. Én most felírtam egy listát, hogy kiket lehetne még meghívni ebbe a csodálatos műsorba. Mondjuk például hívhatnánk a Csonka Andrást, az Ábel Ancsát, ha kiengedik a börtönből az Auréliót, hogy meséljen a börtön életről, a Viszkis megint mesélhetne ilyen betörős sztorikat, a Zámbó Jimmy felesége beszélhetne arról, hogy mi történt azon az estén, LL Junior mesélje LL, hogy hogyan bulizott LL 100 milliót, jöhetne a Gáspár Laci, aki elmeséli, hogy régen csóró volt, de már nem az, jöhetne a Szabi Est, aki beszól a Gáspár Lacinak, és utána vissza lehetne hívni a Gáspár Lacit, hogy szóljon vissza a Szabi Estnek. Ha ezt a műsort emojikkal kéne jellemeznem, ezek lennének azok. Kalap, szar. Ott van a webshop a leírásban, vegyetek Hypernova cuccokat, és aki vesz, az lehet, hogy kap tőlem kék pipát. Most tudom, melyik a jobb kezem.